Az emberek többsége már megejtette ausvéti bevásárlást. A magyar kanizsai Teleki Máriánál kolbász és tojás kerül majd vasárnap a ausvéti asztalra. Náluk nagypénteki hagyomány, hogy ekkora leves mellé pattogatott kukoricát fogyasztanak. Nagypéntek van, mondjuk nagyon sokan hiányoljuk, ami jellemző lenne nagypéntekre, a pattogatott kukorica, és a senki nem csinálja, úgy látszik. És direkt ezért jöttünk ki többen, és nem lehet találni sehol sem. A magyar kanizsai Rekecki Verona nem hagyta az utolsó pillanatra a bevásárlást. Tegnap vásároltam be a nagy részét a sonkának. Hét elején meg a kolbászt vettem meg. Úgyhogy megvettem mindent már mostan. És ez mellett még mi kerül majd a húsvéti asztalra? Hát a húsvéti asztalra majd tortát akarok csinálni, meg a sonka, kolbász, tojás, ennyi lesz. A magyar kanizsai piacon a tojás darabja 10-15 dinár jelenleg. A kolbász kilójának az ára a szárasságától függően 650 és 800 dinár között van, még a sonka kilója 600 és 700 dinár attól függően, hogy csonttal vagy csont nélkül kérjük. A vásárlók főleg a hazai termékeket keresték. Inkább most az utolsó napokra hagyják ezt a vásárlást, már akkor jön pénz. De az év az nem egy nagy valami. Na, kis darabokat visznek, nem visznek egész sonkákat. Csak ilyen kiló, kettő, három kilós az a legnagyobb. A hagyomány szerint a sonkát, kolbászt nagyszombat este vagy húsvét vasárnap reggel fogyaszthatják az emberek.